Hello mindenki! Egyszer minden jónak vége szakad, pont úgy, ahogy a kapcsolatomnak a Canon EOS D30-al. Szép volt, jó volt. Azt nem mondom, hogy elég volt, de úgy esett, hogy másfél év után el kellett válnunk, így csendben elváltunk. Tudtam, hogy itt nem záródott le a kapcsolatom a DSLR-ekkel, így nem adtam el minden kiegészítőmet vele, de be kellett húznom a nadrágszíjat, úgy két lukkal. Persze a fotós lelkem is meg kellett nyugtatnom, úgyhogy szükség volt valamire ideiglenesen, mondjuk valami kompaktra. Olyan gépet kerestem, ami kompaktsága ellenére nem korlátozza nagyon a kreativitást, és rohadt olcsó is. Magyarán tele van manuális beállítási lehetőségekkel, és jó régi, mert egy új csúcskompaktért akkoriban még mindig súlyos 100 000-eket kértek. Ami azt illeti, most is súlyos 100 000-eket kérnek érte. És akkor a semmiből hirtelen elém toppant egy hirdetés. Olympus C-2020Z. A Z azt jelentette, zoom is van benne, 3-szoros. A C meg azt, hogy fényképezőgép. Nem mondja. Egykor majdnem a csúcskompaktok közé tartozott, csak az volt a baj, hogy ez az egykor olyan régen volt, hogy az első gépemmel, igen, a 3-mal ezelőttivel egyidős fotós masináról beszélünk. 1999-ben jelent meg az előző évezredben, akkoriban olyan 250 000-ért árulták, amikor pedig régiségként megvettem 15 000-ért. Lassú, már 2004-es szinten is szerény 2 megapixeles felbontású gép volt, valami rettenet minőségű hátsó LCD-vel és akadozó menürendszerrel. Videót is csak mutatóba csinált, úgy 320x240 pixeles felbontásban 15 fps-sel. Látjátok itt a sarokban ezt a bélyeget? Ez volt vele az első videóm, és az utolsó is. Soha többet nem vetemettem rá, hogy bekapcsoljam. Ráadásul mindent Smart Media kártyára mentett, ami akkor már halott formátum volt, jobbára ennek köszönhette nyomott árát is. Szóval sok szart lehet szegény Oli nyakába zúdítani a hibái miatt, de azért akadtak erényei is szép számmal, teljes manualitás, valódi rekeszés záridőállítással, az átlagnál picit nagyobb, 1,2 colos szenzor, szuperfényerejű, 2-től 2,8-ig romló zoom objektív, igaz csak 3-szoros átfogással, masszív fémház, kellemesen lágy, de részletgazdag, könnyen utófeldolgozható képminőség, és natív infraképesség. Hogy mi az a natív infraképesség? Most találtam ki, de nagyon szakmainak hangzik, nem? Lényegében azt jelenti, hogy az Oli C2020 képérzékelője elé egy nagyon vékony infravörös szűrőréteg került, bár ennek sok nyoma nem látszott a normál képeken, ha infravörös szűrővel készítettél vele fotót, akkor az infratartomány jó részét átengedte, így sokkal rövidebb záridőkkel és nagy fényerő miatt akár kézből is lehetett vele infrázni. A fényképezőgépek többségénél ehhez hosszú másodpercekre van szükség, mert a szinte fekete infraszűrő és a szenzor előtti IR réteg is alig enged át fényt. Én pedig akkor nagyon bele voltam botolva az infravörös fotózásba, már a tükrössel is próbálkoztam, de nem volt az igazi. Ehhez meg csak egy kisebb szűrő kellett, és indulhatott a parti. 64 megabájtos SM kártya beficen, aztán hajrá! Ez volt az infrafotógép, amivel némi túlzással még akcióinfraképek is készülhettek. Akcióinfrafotózás, ez se rossz, majd meghonosítom, mint szakzsargont. Áthidaló megoldásként, ha ló nincs jó a szamáris alapon, elég kellemes fotóstárs volt ez a kis gép, de mindketten tudtuk, hogy a D30 után olyan hosszú élete nem lesz a fotóstáskámban, hamar felváltja majd egy komolyabb. Nem is lett olyan hosszú élete a táskámban, de lett a polcomon, mivel a mai napig ott pihen, nem adtam el. Mégis mennyit kapnék egy 17 éves halott médiára rögzítő kompaktért? Lehet, hogy egyszer még felpattan az az infraszűrő, és beficen az az SM, Szóval az a Smart Media kártya, aztán utcu neki fotózni, de az is lehet, hogy mindjárt lesz az egyszer. Na, én léptem.